Régiós lezárások léptek életbe Ausztriában, a legfertőzöttebb településeket csak azok hagyhatják el, akiknek van védettségi igazolásuk vagy friss negatív tesztjük. Egyelőre 3 ilyen település van. Ausztriában egyébként már korábban a járvány korábbi szakaszaiban is bevetették ezt a módszert. Rendőrök ellenőrzik az autósokat az északnyugat-ausztriai Zandkolomand határában. A községet csak védettségi igazolvánnyal lehet elhagyni. A szigorú intézkedésre azért volt szükség, mert a kisváros jelenleg az egyik legfertőzöttebb egész Ausztriában. Aki meggyógyult, annak az egészségügyi hatóság vagy a házi orvos által kiállított dokumentummal kell bizonyítania, hogy 180 napnál nem régebben esett át a betegségen, magyarázta egy rendőr. Zandkolomanban az egyik legalacsonyabb az átoltottság. Az embereknek csak a 40%-a kapta meg a vakcina mindkét dózisát. Többen úgy látják, hogy a kijárási korlátozás miatt többen kérik majd az oltást. Szerintem ezzel az oltás felé lehet terelni azokat, akik eddig különösebb indok nélkül halogatták a dolgot, mondta egy helyi nő. Aki továbbra sem oltatja be magát, annak viszont friss tesztet kell felmutatnia ahhoz, hogy beléphessen a térségbe. Időpontra jöttem, mert tegnap a hegyekben voltunk, és a munkához kell a teszt. Remélem időben meg lesz az eredmény, mondta egy férfi, aki a teszt nélkül nem mehetne visszadolgozni. Zandkolomanban a tervek szerint október végéig lesz érvényben a szigorítás. Salzburg tartomány két másik településén szerdától hasonló korlátozást vezetnek be, a tervek szerint november 3-áig. Ausztriában szeptember eleje óta szinte folyamatosan 1500 felett volt a napi új esetek száma. Kötelező FFP2-es maszkot viselni a tömegközlekedésen, a boltokban és gyógyszertárakban, több szolgáltatást pedig csak védettségi igazolással lehet igénybe venni.